Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Sportról, utánpótlásról, teniszről, nem is akármilyen teniszről lesz ma itt szó a stúdióban. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Judit, Biankát. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát nálad a szerva, Nagyi. Azt hiszem, hogy erről a programról már beszélgettünk korábban is többször itt ebben a stúdióban, és hát ki vette volna észre, hogy elrepült egy esztendő, itt van február 17-e, amikor is ismét megrendezitek ezt a nagyon-nagyon szép hagyományos programot. Ez így van, 6. alkalommal jövünk a Nálda Szerva Nagyival. Én se tudom elhinni, hogy már ennyi idő eltelt, és kedves barátommal, Baranyai Sándor kaposvári kollégámmal szeliden készülünk erre, és izgalommal erre a 6. alkalomra. Tulajdonképpen nem változtattunk azon a struktúrán, amit eddig bevezettünk. Sárai Ritával fogjuk kezdeni, a parazumbával, a kerekesszékkel, ugye hiszen az egésznek a története, a Nálda Szerva Nagyinak, azt mindig elmesélem, hogy 4 kerekesszékes fiatalnak a életembe való bekerekezésével kezdődött, és ahogyan bővült a kör, úgy jöttek a különböző családok. Tehát lesz egy bemelegítés Ritával, utána pedig felállunk 3 szintéren, és szépen elkezdjük az edzést. A Nálda Szerva Nagyinak most a jelenlegi program lesz egy olyan plusz eseménye, hogy Vicián András fejlesztette egy adogatás sebességet, mérőkészüléket, és lemérhetjük, hogy milyen sebességgel adogatunk, milyen sebességgel ütünk. Csak ez miért jó egyébként? Hát ez azért jó egy kicsit, az ember elgondolkozik, ezzel nyilván önmagát kontrollálja. El kell azt képzelni, hogy a profik, egy férfi profi játékos 240 km/h-val adogat, egy hölgy 180-190-200-zal. Én, amikor az én adogatásomat mérték, volt egy adogatóbajnokság 13 évvel ezelőtt, a veterán számban, a szenior számban 147 km/h-val 3. helyezést értem el. Egy picit ez egy érdekesség, hiszen az adogatással kezdjük a játékot, ezzel indítjuk. És úgy gondoltam, hogy a szünetben kipróbálhatják a gyerekek ezt is. A gyerekek, ugye hangsúlyoztad a gyerekeket, hiszen hát itt az utánpótlás nevelésben neked elvitathatatlan érdemeid vannak Székesfehérváron, Fejér megyében. Igen, nagyon sok gyerek teniszezik. 2. éve elindult Székesfehérváron egy iskolateniszprogram. 1300 gyerek teniszezik, 13 iskolában, ez Európában nincs még egy ilyen hely. Magyarországon még a Dunakeszi teniszklubban van, úgy tudom, 450-500 gyerek, hogy teniszezik, de az, hogy 1300 gyerek teniszezik, ez egy nagyon-nagyon extra dolog. És olyan érdekes ez az év, mert ebben az évben sok nagyon-nagyon pozitív dolog történt Fehérvár tenisz történetében is, hiszen a Kiskuti teniszklubban, akivel szövetségben dolgozunk együtt, volt egy 15 000 dolláros nemzetközi verseny, amit Udvari Panna nyert meg. Akkor a Szuperligát megnyerte a női csapat. Tehát annyi minden történt, és hogyha az ember a tévét figyelte, ugye Fucsovics Marci is micsoda sikert ért el az Ausztrál Openen, illetve Babos Tímea ugye a női párosban, illetve a vegyes párosban. Ezek mind inspirálólag hatnak, és amikor a gyerekeket fogadjuk a Kiskuti teniszklubba, jönnek teniszezni ugye minden nap, akkor mindig az aktuális eseményeket azért el szoktuk mondani, meg megkérdezem, hogy láttátok a tévét, milyen fantasztikusan játszottak és nézettek sok tévét, mert nagyon sok dolgot lehet tanulni a sportolóktól, hogy hogyan koncentrálnak, hogy nem dühöngenek, nem hisztiznek, hogy figyelnek a következő pontra, és teszik ezt azért, mert tudják jól, hogy akkor sikeresek lesznek. Úgyhogy az év ez nagyon-nagyon sikeres, úgy gondolom. Amikor ilyen szép eredmények vannak, amiket említettél, az mondjuk meglátszik több a vállalkozó kedvű lurkó, aki csatlakozni akar, vagy ki akarja próbálni a teniszt, vagy annyira ez nem jellemző a sportágnál? De egy pici emelkedés van, nyilvánvalóan érdeklődés, hiszen ha heti kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, ugye a megszeretetés az első fokozatunk, lehet érezni, hogy tanfolyami szinten is, meg a nyáron a tenisztáboros szinten is, tavaly is éreztük, hogy több gyermek jelentkezett és akar teniszezni.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit a programhoz, hiszen ugye lesz itt kicsiknek, nagyoknak, az esélyegyenlősség egyében mindenkinek tenisz, de mik várják még majd az érdeklődőket? Ez így van, mindig a délutánt azt nagyon-nagyon várják, mert előtte van egy kis csoki verseny, egy ügyességi verseny, de a családok egymással szoktak ilyen 10 pontig terjedő meccseket játszani. És nagyon pörgős, hogy csak 10 pontig kell ugye játszani, és nem a, mondjuk a gyerekeknek, hogy nem a győzelmek számítanak, hanem a pontszámok. Ez is egy kicsit ezt a veszteség győztes tudatot segítjük pszichésen, hogy a versenyzésben ne görcsöljenek, hanem gyakoroljanak, és hogyha az ember sokat gyakorol, akkor pillanatok alatt nem fáj annyira az a veszteség, mert a következőnél lehet, hogy én fogok győzni. Úgyhogy várjuk délután természetesen a házi bajnokságokat, ahol kicsik és nagyok, nagymamák és apukák és gyerekek együtt fognak teniszezni. Valahogy az ember azt gondolja a teniszről, hogy az egy ilyen egyéni sportág, egy egyéni játék, de most, amiket mondtál, programok, az végül is csupa-csupa család és közösségi esemény. Akkor ez egy ilyen közösségi sportág is lehet? Ez nagyon érdekes dolog, mert az én saját magánéletemben is, vagy tenisz magánéletemben vannak családjaim, ahol apuka, anyuka és a gyerekek együtt jönnek. És ez a labda, ez a plienstein labda, pontosan ez a puha labda, amit szoktam mondani, hogy mindig a különböző korosztályokat és különböző képességben játszó embereket összehozza. És valóban így van, hogyha egy család jön ezzel a labdával, olyan feladatokat tudunk csinálni, amit mindenki át tudja ütni a labdát, és együtt tudunk már rögtön kapcsolatba lépni, és együtt tudunk játszani. Ez így van. Ez egy egyéni, de csapatsport is, családi csapatsport, milyen jó kifejezés. Beszéljük egy kicsit erről a labdáról, bár mindig kérdezek róla itt évről évre, de hát ha van olyan, aki még nem tudja, hogy miért különleges ez a labda. Igen. Ennek az egésznek a története 1997-ben kezdődött, amikor is az ITF, Nemzetközi Tenisz Szövetségnek a szakmai igazgatója összehívott egy edzői grémiumot, és azt mondta, hogy dolgozzanak ki egy olyan rendszert, ami kinyit a különböző korosztályok számára, hiszen az ember a televízióban látta ezeket az atlétikus, jól felépített sportolókat, hogy milyen szépen ütnek, de hát a többségnek nem biztos, hogy jó labdaérzéke van, és ezért, hogy találjanak ki egy rendszert. És ekkor jött a Play and Stay, ekkor jött Mike Barrel, aki ezt a háromfokozatú rendszert kidolgozta, az első a piros, ez kis pályán történik, a második a narancsfokozat, az már keményedik az alapta, és a harmadik pedig a zöld, amit már nagy pályán játszanak. Tehát valóban 97 óta óriási pályát futott be ennek a története, és bármilyen képességekkel rendelkezik, vagy nem vagy annyira ügyes, ha ilyen könnyített labdákkal és feltételekkel dolgozol, akkor bizony tudod élvezni a játékot. Mi is, a Náda Szerva Nagyin tulajdonképpen egész nap ilyen piros labdával fogunk játszani. Hiszen ez magáról a könnyed kikapcsolódásról, a sportág megszeretetésről, a közös jó hangulatú együttlétről szól, nem? Ez így van, hogy ez nagyon-nagyon fontos számomra is. Az legelső Náda Szerva Nagyin nagyon-nagyon izgultam, hogy mi lesz, hogy lesz, mennyien fognak jönni, és aztán rájöttem, hogy olyan aranyosak, akik jönnek, és jönnek, és jól fogják magukat érezni. A 7, illetve nem 10 edző lesz, 10 edző nem múlik az edző kollégáimon, és jönnek, és akarnak játszani, és szeretettel várunk. Korábbi éveken voltunk kint, és mi is belekóstolhattunk, megnézhettük a programokat. Nekem az nagyon érdekes volt, hogy kerekes székben ülve is teniszezhettek az érdeklődők, tehát egy kicsit így egy ilyen hidat is képezett ez a játék, ez a sport a társadalom épp és fogyatékkal élő tagjai között. Igen, ez így van. Most is hiszen van egy ugye, mozgássérült egyesületünk, az Alternatíva Mozgássérült Egyesület. Tagjaink ott lesznek most is a rendezvényen, Tarsoly Mártiék, és ők is be fognak kapcsolódni, sőt, székeket is fogunk hozni. Ezt a gyerekeknek is az iskola teniszprogram keretében ezt a történetet el is mondtam, meg azt is elmondtam, hogy nyugodtan a rendezvény alatt kipróbálhatjátok, milyen érdekes dolog ez, és ne féljetek ettől. Ez is egyfajta érzékenyítés, és valóban így van, hogy ez egy óriási törekvés is, és híd is azok számára, akik egészségesek, hogy ezt is nyugodtan ki lehet próbálni. És meg lehet lepődni, hogyha beülünk, legalábbis én nagyon meglepődtem, hogy nem olyan egyszerű azért ott el
ügyeskedni a pályán. Ez így van, és a nyári tenisztáborban is a hét utolsó napján pénteken mindig kipróbálhatják a gyerekek délután kerekesszékes teniszt, és ezt szoktam mondani, hogy nyugodtan üssék be a YouTube-ra, hogy Wheelchair Tennis Play, és fantasztikus játékot lehet látni, különösen nekem a páros tetszik, mert mind a négy játékos mozog állandóan a székével, ilyen nyolcas alakokat kell leírni, és nem állnak meg, nem statikusan, hanem mindig mozgásból indulnak, és nagyon érdekes. És a gyerekek tudják, hogy a kerekesszékes teniszben kétszer pattan a labda, nem egyszer, hiszen oda kell székben ülve a játékosnak oda érnie, de nagyon-nagyon élvezetes, úgyhogy egy kicsit már így utaltál rá beszélgetésünk elején, hogy amikor bekerekeztek az életedbe, korábban te egyébként foglalkoztál kerekesszékes tenisz oktatással, vagy a Mártáékkal történt meg mindez? Hogyan reagáltál erre, hogyha még vissza tudsz emlékezni? Fogalmam nem volt a kerekesszékes teniszről, mind belföldön, mind külföldön egy rövid képzésen vettem részt. Életemben akkor ültem először székbe. És valóban így van, azért is be kell ülni a székbe, hogy az ember rádöbbenjen, hogy milyen székben ülve mozogni, hogy mik azok a korlátok egyáltalán, hogy a székkel együtt gyakorolni, dolgozni előre, hátra, oldalra, megtanulni, mert azt is meg kell tanulni. Úgyhogy hát bennük nagyon nagy volt a szorgalom, így indultunk, és hát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt közvetítsük a gyermekek felé is. Gondoltad volna egyébként akkor, hogy ide fog jutni, kifutni az egész történet? Nem. Nem gondoltam, hiszen az egyesületünk, a Mozgássérült Egyesületünk családi tenisz napjaiból nőtte ki magát, amikor még hozzájöttek az iskoláim, hogy a Teleki Beszénatéren, a faluim Gánd, Szabadbattyán, hogy kicsit bővült a kör, és akkor kezdtem azon gondolkodni, hogy hát akkor csináljunk egy nagyobb volumenű rendezvényt. Hát most meg pluszban még 13 iskola is van, hogy egy kicsit izgulok is, hogy mennyien leszünk, de igyekszem helytállni. Csak eltértek a videóton oktatási központban, igen, lesz megint? Lesz, igen, most szombaton 10 órakor kezdünk, és 2 óráig fog tartani a program, és szeretettel várjuk az érdeklődőket. Mindenki becsatlakozhat, akkor ezek szerint mindenki számára. Ingyenes, úgyhogy aki szeretne egy alapképzést kapni, szólni fog a zene a háttérben, jó zene, és szeretettel várjuk a részvevőket. Köszönjük szépen az invitációt, és hát nyilván reméljük, hogy sokan kirátogatnak a programra. Egy kicsit én még visszatérnék itt a műsorunk beszélgetésünk végén, egy kicsit a teniszoktatáshoz, utánpótláshoz és a szép eredményekhez. Ugye most már említetted, hogy 13 iskola itt a térségben, nagyon sok helyen oktatsz. Hogy fér bele ez az életedbe? Vagy van, akinek segítesz, mint mondjuk edző, és továbbadod a tudásodat, hogy tudod ezt megoldani? Elindult most egy olyan folyamat, egyrészt iskola teniszprogram keretén belül van 7 edző, akivel csináljuk ezt, de nyilvánvalóan, mert most mi az alapozásnál vagyunk, a rendszer, a szintek azok följe fognak emelkedni, most a piros szinten vagyunk, utána a narancs, és utána a zöld. És éppen ezért az elmúlt ősszel a Kiskuti Teniszklubban csináltunk testnevelő tanárok számára egy alapszintű Play & Stay képzést. Tettük ezt azért, ha bárki olyan érdeklődik testnevelő tanár, és be akarnak kapcsolódni a munkánkba, akkor ám legyen, jöjjön és segítsen nekünk. Mert így van, ahogyan növekszünk, ahogyan a gyereklétszám nő, kollégákra lesz szükség. És ez nagyon fontos dolog, és ez az alapképzés meg fogjuk megint szeptemberben csinálni. Azt hiszem 18 vagy 20 testnevelő tanár volt, egy kétnapos képzést csináltunk, nagyon tetszett nekik, és azt mutattuk be, hogy a nulláról, amikor elindítunk a játékban gyermekeket, hogyan teremtünk kapcsolatot először csak a labdával, aztán az ütővel és az ütőlabda vonatkozásában. Ez a Mike Barrett zseniális, amit kitalált, ez az angol úr, ezt a Play & Stay-t. Pont egy éve volt itt Magyarországon, tartott egy napos workshopot, és nagyon érdekes volt, hogy a gyakorlatok és a játék mellett nagyon sokat beszélt a lélektanról. Én megdöbbentem, hogy egész nap tulajdonképpen arról beszélt, hogy hogyan kell a szülőkkel foglalkozni, hogyan kell külön a kislányokkal, és hogyan kell külön a kisfiúkkal foglalkozni, mert nem mindegy ám. És azért volt érdekes, mert előtte 3 évvel azelőtt hallgattam őt, és hogy ő is mennyit fejlődött, és hogy mennyire fontos, hogy a gyerekekkel való
kapcsolatban, mennyire egy edzőnek is, mennyire éleznie kell a gyermekeket, és mennyire a pszichológiában azért jártasnak kell lenni. És olyan aranyos, jópofa gyakorlatokat hozott, hogy csak néztem, hogy hű, hogy nem én találtam ki, de elképesztő, úgyhogy ez is nagyon inspirálóan hat, úgyhogy szeretnénk képzéseket majd tartani, és ha valaki szeretne kapcsolódni, akkor jöjjön, mert van rá lehetőség. Meg gondolom az is inspiráló, hogy tényleg ekkora tömegeket sikerült megmozdítani, és ilyen sok gyerek van. Igen. Az is inspiráló, de a generációk is inspiráló, hogy anya és apa, meg a nagymama is jöjjön el. Rendben van, hogy a gyerekekkel kezdjük, de ha a gyereknek már tetszik, és van egy ilyen motiváció, akkor jöjjön a szülő is. Ez egy csodálatos játék. És ha együtt jönnek, akkor együtt tudnak teniszezni. Fontos az, hogy azért kiskorban megfogjuk. Említetted ezt az együtt programot, tehát hogy a család apra jön nagyra meg legyen fertőzve, de talán az utánpótlás meg a sport szempontjából a gyerekek lelkesedésére van szükség, hogy ne negatív élményekkel gazdagodjanak egy-egy edzésen. Ez nagyon érdekes dolog, mert egy edzőnek valóban az a legnehezebb, hogy én a motivációt elindítsam, de fenn kell is tudjam tartani. És ez a legnagyobb energia tulajdonképpen. Valóban így van, egy nagyon fontos dologra tapintottál rá, hogy legyen az edzőben annyi erő, hogy ha fáradt is, vagy beteg is, vagy bármi gondja van, hogy ezt mindig, amikor edzésre odaáll az ember, akkor ugyanazt kell teljesítenem, ugyan energiával, ugyanolyan kedvesen, de határozottan. Ez egy nagyon nehéz dolog, a motivációnak a fenntartása. Pedig rajtam múlik, mert ha nem tudom ezt fenntartani, akkor ez nagyon-nagyon nehéz lesz. De ha fent tudom, ha kialakul a híd közöttünk, akkor sikeres lesz. Nagyon érdekes, mert a gyerekek maguk adják a lehetőségét arra, hogy egy picit beljebb lépjünk. A múltkori edzésem volt egy nagyon jó fiú csoportom, és gyakoroltuk a tenyeres fonálkütéseket. És az egyik kisfiú azt mondta, hogy Bianca néni, ez olyan unalmas, mondom, hogy jaj, de jó, remek, gyertek ide, beszéljük meg. És kérdezte a tőlük, hogy szerintetek mi mit csinálunk? És mondták a gyerek, hogy hát gyakorlunk, nagyon jó, remek. És kérdeztem, hogy és tulajdonképpen miért gyakorlunk? És mondja az egyik kis, hogy hát azért, hogy a forgójáték a végén jó legyen. Nagyon jó, ti mondtátok ki a lényeget, így van, azért gyakorlunk, nagyon sok minden van. És ezt át lehet vinni nyilván az élet más területre is, ami az emberek unalmas, ja Isten, de micsoda eredményt ad. És érdekesek ezek a pici élethelyzetek, mert jó kérdéseket kapok, és rögtön ezt ők segítenek még jobban megfogalmazni, és így láthatatlanul szépen ők fejlődnek. Úgyhogy ez egy szép dolog. De hát valami nagyon jól működik, hiszen rengetegen járnak hozzád, és rengetegen akarják itt a térségben elsajátítani a teniszt. Hát igen, meg a kollégák is nagyon szeretik a teniszt, tehát nyilván az alap az, hogy nagyon, én magam is nagyon szeretem a teniszt, én szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy szeretem, és azt látni, hogy elindul egy folyamat, benne mindig van egy rejtett kamera, ami látja, hogy az a kisgyermek az, hogy kezdte 2 évvel ezelőtt, és íme most hol tartunk, és hol állunk, és ez egy csoda dolog, mert ebben szerencsés vagyok. Én azt gondolom, hogy sokan meg azért szerencsések, mert tőle tanulhatnak teniszezni. Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk. Akinek pedig kedve van és ideje, az ne gondolkodjon. Február 17-én nálad a Szerva Nagyi a Videóton Oktatási Központban. Viszontlátásra!